elmélkedések a szűzanyáról, aki mindannyiunkat magához hív, hogy oltalmazzon bennünket. Sajnos sok keresztény számára az Istenanya szerepe csak a karácsonyi történetre, Jézus születésére korlátozódik. Ezzel szemben Szűz Mária üdvtörténeti szerepe lényegesen több. Ő az Istenanya áll ugyanis a kereszténység kezdetén, és mint apokaliptikus napba öltözött asszony fején 12 csillagból álló koronával, mutatkozik majd korunk végén is. Grignion Szent Lajos írja, Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először a világra, ő általa kell eljönnie másodszor is. Szent fia első eljövetelében Máriát kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell őt ismerni. Az üdvözítés csodálatos rendje ugyanis azt kívánta, hogy az első eljövetelben rejtve maradjon, hogy így egyedül fiát Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben őt fogja Isten kinyilatkoztatni. Idézet vége. Ezt sajnos az Isten és az egyház ellenségei is tudják, akik épp ezért utasítják el és támadják Isten anyját és az eukarisztiát. Boszkó Szent János híres tengeri csata látomása pontos leírást ad arról az áldász küzdelemről, melyet az egyháznak és a világnak át kell élnie. Csupán két stabil kikötő van az egyház hajója számára, az eukarisztia oszlopa és a Szent Szűzé, aki 12 csillagból álló koronával áll az oszlop fölön. Éppen napjainkban a végső harc történéseiben van, és lesz tehát jelentősége annak, hogy szentségi életet élünk-e, és Máriához tartozunk-e, vagy sem. A szeretett láng naplóból. Én anyátok vagyok, akarok és tudok is segíteni rajtatok, csak már látnám jó indulatú és szorgalmas elindulásotokat. Ne halogassátok, mert igen sok időt elvesztegettetek. Úgy fáj ez nekem.